Kedves nézőink, régen jelentkeztük, már megkérdeztük a Polgármester című műsorunkkal. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Fülöp Erik polgármester urat. Nem túl sok kérdés gyűlt össze, de azt hiszem, hogy ami most van, az igen fajsúlyos. Mindjárt az elején úgy néz ki, hogy nagy felháborodást váltott ki a városban. Az a, hát nem is tudom, döntés, kormányrendelet, határozat, minek nevezem, hogy a Bűdi Általános Iskolában szeptembertől nem indul első osztály, hanem beintegrálják őket a Kabai János Általános Iskolába. Polgármester úr, tudom, hogy nem a városhoz tartozik az oktatás, de mit lehet erről tudni? Jó napot kívánok, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Az előzményekről annyit mondanék csak, hogy még, hát szerintem nem is én voltam a polgármester, hanem még Rozgonyi polgármester úr, amikor a egyenlő bánásmódhatóság beperelte, úgymond, vagy eljárást indította az önkormányzat ellen, a város ellen, a Bűdi iskolának a különállósága miatt, és aztán hát ez húzódott ez az eljárás. Ugye időközben 2013-ban, én azt mondom, hogy tokkal vonóval átkerült a KRIK-hez minden oktatási intézményünk, illetve minden általános iskolánk, és gyakorlatilag a városnak semmiféle olyan ráhatása nincsen már most az oktatásra, mint amit korábban megszokhattunk volna. Annyi igazából, hogy én azt gondolom, hogy jó a kapcsolatunk a tankerülettel, illetve az általános iskolákkal, és magának az épületeknek a tulajdonjoga az önkormányzaté. Viszont ahogy teltek múltak a hónapok, ugye ez a bírósági per, vagy ez a jogvita, ez is szépen haladt a saját medrében. És hát volt több szint, az iskola tájékoztatása alapján, meg a tankerület tájékoztatása alapján, ugye amíg volt még a döntések ellen jogorvoslati lehetőség, az kimerítette az iskola és a KRIK. Viszont ugye néhány nappal, vagy néhány, most már néhány héttel ezelőtt történt egy végleges döntés, történt egy jogerős döntés az egyenlő bánásmódhatóság részéről, és hát ez, én azt gondolom, hogy nem vitatom, hogy éppen az adott jogszabályoknak megfelelő, tehát jogszerű, viszont mindenféleképpen én azt gondolom, hogy irracionális, tehát itt is azt a fajta rossz, szélsőséges tendenciát próbálja Tiszavasváriban alkalmazni, mint sok egyéb településeken. Tehát minden áron, mindenféle logikai érvet mellőzve azt mondja ki, én azt látom nagyon sokszor, mondjuk az egyenlő bánásmódhatóság, hogy mindenképpen az összes cigány gyereket vagy roma gyereket keverni kell a magyar gyerekekkel, és akkor nem sérül egyik félnek sem semmiféle joga, hogyha az összes gyerek ugye egy kupacban van, és teljesen vegyes osztályban. Viszont azt ugye nagyon sok helyen, akár Tiszavasváriban, akár Magyarországon ilyen alkalmakkal, vagy ilyen körülményekkel nem mérlegeli, hogy azzal, hogy egy olyan a saját környezetében megszokott roma közeget, vagy cigány osztályokat beemel esetleg egy másik iskolába, azzal magának a cigány gyermekeknek és a cigány szülőknek is rosszat tesz, vagy át, nem beszélve arról, hogy a megszokott magyar osztályokkal, vagy közegekkel kapcsolatban is. Ez azért veszélyes. Ja, ráadásul ugye azt is megemlíthetjük, vagy azt is meg kell jegyezni, hogy eddig sem voltak kizárva mondjuk roma gyerekek a Kabai iskolából, vagy a Bűdi iskolából sem a magyar gyerekek. Tehát a Kabai iskolában is ugyanúgy, aki olyan volt, beiratkozhatott, és természetesen ugye abba az iskolába kezdte. Tehát én azt gondolom, hogy minden osztályban volt egy kezelhető, megfelelő létszámú roma tanulói közeg a Kabaiban is. És ez teljesen, én azt gondolom, hogy elfogadott volt már a Kabaiban is, ezzel kapcsolatban a szülőknek sem volt ellenérzésük, a gyermekeknek sem volt ellenérzésük. Tehát azt a fajta várakat én azt gondolom, hogy mindenki visszautasíthatja, hogy itt szegregálták, hogy akaratosan szegregálták, és azokban az osztályokban, vagy a Kabai iskolában nem iratkozhatott be csak magyar gyermek. És aztán azzal kapcsolatban, hogy volt az egyenlő bánásmódhatóságnak ugye egy ilyen döntése, ami sérelmes a KRIK-re nézve és az általános iskolára nézve,
azért itt is beindultak különféle folyamatok, meg különféle reakciók, és most az a döntés született, egyébként a egyenlő bánásmód hatóság részéről, hogy meg kell szüntetni ezt a szegregációt, vagy meg kell szüntetni ezt a felkülönítést, amire egy fajta intézkedési tervet is kellett készíteni. És ami a jelenlegi helyzet, az meg a jelenlegi körülményen azt gondolom, hogy nem is olyan kedvező az önkormány az iskola számára, még pedig az, hogy a gyermek létszám az egyre csökken a bűdi részen, tehát a bűdi iskolába beiratkozó gyermek létszám csökken, és a mostani első osztályba beiratkozók száma az mindösszesen 11. És van olyan jogszabály, hogy 14 fő alatt nem indíthat önálló osztály, csak valami kivételes esetekben, tehát jogi kiskapu elvileg lehetne ezzel kapcsolatban, de én nem vagyok ugye oktatási szakember, ezt nem tudom. És erre való hivatkozással ugye most történt egy olyan belső döntés, vagy van egy olyan kommunikáció, hogy mivel alacsony legyen a gyermek létszám, egyébként sem engedné az egyenlő bánásmód hatóság ezt a fajta közeget a továbbiakban folytatni. Egyébként sem éri el az oktatási jogszabályokban meghatározott létszámot a bűdre beiratkozó elsős gyerekeknek a létszáma. Így hát ezt felmenő szinten aztán ki kell futtatni. Tehát ez most azt jelenteni, hogyha ezt elfogadja, mondjuk a Klik elfogadja, az általános iskola elfogadja, meg a város elfogadja, hogy akkor jövőre nem indul a elsős osztály, hanem csak megmarad a 2-től 8. osztályig, aztán 2 év múlva már nem indul megint első osztály, akkor már 3-től 8. osztályig, és akkor így 8 év alatt szépen ki fog futni az oda járó diákoknak a száma. Én azt gondolom, hogy ez ellen egy részről minden erővel tiltakozni kell, és én minden olyan lehetőséget meg is fogok ragadni. Én is már egyeztettem ezzel kapcsolatban a Klikkel, hogy milyen alternatívák vannak az önkormányzat számára, úgyhogy nem a miénk az oktatási intézmény, meg gyakorlatilag, ha bár a mi időnkben kezdődött az a jogvita, vagy az eljárás, az egyenlő bánásmód hatóság részéről, most jelenleg nem mi vagyunk, akiket sújt, hanem ugye a Klikket, a tankerületet és az általános iskolát. Viszont én azt gondolom, hogy azért van még mozgástér. Egyrésztről a bűdi szülőknek is sokkal jobb, hogy abban a közegben tanulnak a gyerekek, a megszokott közegben, mert oda járnak a testvéreik, oda járnak a rokonaik, az unokatestvéreik, a tanulóknak, a gyerekeknek. Ugye nem kell végig vonulni úgy gyakorlatilag a városban. Tehát itt teljesen kézenfekvő okokra is én azt gondolom hivatkozni kell, hogy mínusz 20 fokba télen, pont tegnapi nap folyamán egyeztettem a Kabainak, a szülői munkaközösségének a vezetőjével. Tényleg ők hogy állnak hozzá? Hát ők is. A szülői munkaközösség. Ők is megdöbbenéssel tapasztalták, és egy igazából irracionálisnak, elfogadhatatlannak tartják egyöntetűen ezt a döntést. És pont a tegnapi nap folyamán jött fel ez a szülői munkaközösség vezetőjének a részéről a beszélgetés kapcsán, hogy tehát maguk a bűdi szülőknek is nagy megterhelést fog majd jelenteni, hogy tényleg januárban a mínusz 20, mínusz 25 fokos időben nem a gyakorlatilag bűd központjával lévő általános iskolába kell majd vinni a gyereket, hanem a város központjába, ami mondjuk 2 kilométerre arrébb van. Tehát ezek irracionális döntések, és ugye nem is éreznék jól magukat, én ezt határozottan állítom abba a közegbe a gyermekek. Úgyhogy most én ezzel kapcsolatban annyit tettem, hogy a Klikkel egyeztettem, ugye írtam egy hivatalos levelet is, kértem egy tájékoztatást is erről. Hát én ezt szerencsétlennek tartom, hogy nem forró dróton jött az információ, sem az iskolából, sem pedig azért a tankerület részéről, tehát én azt mondjuk jobban szerettem volna, vagy elvártam volna, hogy azonnal, amikor ilyen döntés születik, mert így az időből azért remélem nem csúszunk ki teljesen, de én minden olyan lehetőséget meg fogok mozgatni, ugye most a képviselőtestületet is ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy tájékoztatnunk kell, és ha bár mondjuk az önkormányzatnak elég kevés ilyenben a jogosítványa, de én azt gondolom, hogy minden olyan hivatalos szerv felé
oktatás szempontjából azért hallatni kell a hangunkat, és természetesen egyeztetni kell a szülőkkel. Én nagyon kíváncsi vagyok például arra, hogy miért csak 11 beiratkozó gyerek volt Bűdön, hiszen a gyermek létszámban ez azért nem látszik meg. Hát mert a többi az már a Kabaiban. Hát elképzelhető, hogy vannak olyanok, akik a Kabaiban, igen, vagy máshová, vagy akiket lebeszéltek, vagy... Tehát nem vagyok benne biztos. Én azt gondolom, hogy ezekkel a szülőkkel is fogunk egyeztetni. És kérdés az is, hogy viszont az a 11 gyermek, akiket odaírattak be a szülők, azok most hogy fognak egy ilyen döntést fogadni? Tehát az, hogy hiába ők Bűdre szerettek volna járni, mégsem Bűdre kell menni, vagy nem mehetnek Bűdre, hanem ugye a Kavai iskolába kell. Érdekes egyébként, ezt már egyszer Nyíregyháza eljátszott annak idején, még Csabai Lászlóné volt a polgármester, amikor a guszevi cigány gyerekeket integrálták a város különböző iskoláiba. Megbukott a rendszer több szempontból is, egyik az, hogy nem érezték jól magukat, a szülők nem minden esetben tudták elvinni a gyerekeket, harmadrészt pedig, mikor már megszokták a légkört, akkor sok esetben már az oktatás is megkérdőjelezhető volt, hogy lehet-e normálisan tanítani, hiszen ők megszokták maguk is mikroklímáját, ezáltal a többi gyerekeket sújtották azzal, hogy óra nem úgy viselkedtek, mint ahogy kellett volna, nem tudom, nem tanul ebből a minisztérium, meg a bánáspont, meg mindenki, hogy nem veszik figyelembe. Ennyire egy oldalú a játék. Hát én azt mondom, hogy igen, sajnos, tehát annyira szélsőségesen félünk ezektől a stigmáktól, hogy ránk húzzák azt, hogy diszkriminálunk, meg megkülönböztetünk, hogy mindenféle logikus érvet már elfelejtenek, és tényleg csak az számít, hogy mondjuk a jogszabálynak megfelelve összekutyulják, összekeverjék a gyerekeket, függetlenül attól, hogy teljesen más magatartási képességekkel rendelkeznek, vagy viselkedési képességekkel rendelkeznek, teljesen másképpen szocializálódtak. Nem tudom, a másik pedig az, hogy az elhelyezés, hát a Kaba is sem akkora, és nem hiszem, hogy olyan sok üres terem lenne, hogy oda még nem tudom hány osztályt bele sem pakolni, legfeljebb elérik azt, hogy Szőke Szoldi mögött a büfébe is oktatás lesz, mert minden helyet ki kell majd használni. Jó, köszönöm szépen, menjünk tovább. Azt hiszem talán örömhír a városnak, és pont a tegnap vagy tegnap előtti újságban volt benne, hogy pályázaton, vagy nem is pályázaton, energetikai pályázat volt? Pályázaton bizony több mint 200 millió forintot nyert a város. Mi ez és mire nyertük? Hát közel 220 millió forintot nyertünk. Ugye megszokhattuk, mert sokat beszéltünk már ezekről a topos kiírásokról, ugye így rövidítjük, és elég sok pályázatot benyújtottunk a 2014-2020-as ciklusra vonatkozóan, és ez a nyertes energetikai pályázat is, ez a korszerűsítési pályázat is egy ilyen topos kiírásnak volt a része. Önkormányzati intézményekre lehetett benyújtani ezt a kezdeményezésünket, mi 5 épületet, vagy 5 nagyobb területet határoztunk meg, ebben van óvoda, Kabai iskola, Fülemüle óvoda, aztán itt a térségi szolgáltatóházunk, kincstári épületünk, a zeneiskolánk is, tehát teljesen vegyes, mert ugye egy részének a Klikka fenntartója, a másik részének az önkormányzata fenntartója, és ennek a pályázatnak a legnagyobb érdeme az, hogy egyfajta energia racionalizálást valósít meg. Tehát egyrészt a napelemes, napkollektoros rendszernek a kiépítése. Ez bejön egyébként? Jók a tapasztalatok? Mert van már ilyen a városban. Én azt mondom, hogy jók. Hát figyelni kell. Megtakarítás mindenképp. Megtakarítás van, figyelni kell, ugye egyfajta állandó, hát úgymond felügyeletet azért elválnak a napelemes rendszerek, tehát hogy mondjuk nyáron a portól mentesítsük, télen ugye a hótól mentesítsük, hogyha esetleg valami áramkimaradás van, vagy pillanatnyi üzemzavar van, akkor ezt ugye időbe észrevegyük, ne álljanak úgy 2-3 napig, vagy egy hétig ezek a napelemek, de egyébként, hogyha úgy az ember rájuk figyel, akkor én azt gondolom, hogy jelentős megtakarításokat kezdeményezhetnek. Úgyhogy ennek a pályázatnak egy része,
a napelemes rendszernek a kiépítése volt, a másik része pedig egyfajta hőszivattyús rendszernek a kiépítése, úgyhogy nagyon sok területen, tehát azt hiszem, hogy 5-6 intézményre pályáztunk, és szinte mindez összesben meg fog valósulni ez a hőszivattyús rendszer. Én azt gondolom, hogy ezáltal egyrészt egy kicsit komfortosabb, korszerűbb körülmények között folyhat majd a munka ezekben az intézményekben, másrészről azért meg fog látszani ez majd szépen az adott intézménynek a kasszájában is, hiszen ezek olyan új rendszerek, amelyek kiépítésre kerülnek, amik azért jelentős megtakarítást fognak eredményezni, akár a villamos energiával, akár azt várjuk, hogy a fűtési költségekben. Még egy rövid kérdés. A közmunkások a Tivaszok Kft.-hez kerültek. Nyugodtan elmondhatjuk most már, hogy Tivaszok Kft. Ő végül is a falu gazda, vagy a város gazdálkodás. Hogy ennek volt, pontosabban milyen megfontolásból került át? Hogy egy csomóban legyen minden, egy irányítás alatt jobban átláthatóak a dolgok. Hát nagyon régóta beszélgettünk már arról, hogy célszerű lenne tehermentesíteni a városi kincstárat, ugye, ami kifejezetten egy költségvetési szervként indult meg, és talán egy kicsit kényszerűségből volt, hogy aztán mindenféle olyan jellegű egyéb feladatot kaptak, ami karbantartás, közmunka, és sorolhatnám. És ugye másik részről volt egy olyan cégünk, ami az ivóvíz, szennyvíz átszervezéssel kapcsolatban kiüresedett, ez volt ugye a Tivaszok Kft. Aztán az évek múlásával 2012-től kezdődően, amikor ugye voltak ezek a jogszabályi változások, az évek múlásával aztán mindig kapott egy kis pluszt a Tivaszok. Először csak a különböző csatornahálózatnak a rendbentartását, karbantartását kapta meg. Aztán már a belvízelvezető árkoknak is úgymond a karbantartását kapta meg a Tivaszok Kft. Aztán megkapta az ivóvíztartozásoknak, a szennyvíztartozásoknak a behajtását magánszemélyek felé is, meg ugye a cégek felé is. Nagyjából két és fél évvel ezelőtt megkapta a temetőnek a fenntartását, és azt láttuk, egyébként én is azt tapasztaltam, meg a szerintem a képviselőtestület is, és talán a lakók is, a város lakók is azt tapasztalták, hogy ezeket a feladatokat azért jól megoldatták a Kft.-ben dolgozó személyek, meg a Kft.-nek az ügyvezetője, és akár a temető kapcsán történt egy kis változás, elég sok apró újítás valósult meg. Talán szemre is sokkal tetszetősebb lett a temető és környéke. Vagy ugye a csatornahálózat kapcsán is azért itt nagyon sok területen áfomázták azokat a csatornákat, kitisztították. Ha bármilyen jellegű panasz volt és közvetlenül fordultak, ugye a cégvezető felé gyorsabban tudott reagálni, nem volt annyira bürokratikus. És ilyen indítékokból, ilyen okokból kifolyólag azért azt terveztük már korábbi időszakban is, hogy egyfajta városgazdálkodási jellegű feladatot kellene talán adni a Tivaszok Kft.-nek. Ez ugye nagyon sok területen más önkormányzatoknál nagyobb, tehát elsősorban városi önkormányzatoknál ez így működik, Nyíregyházától kezdve Tiszalökön is. Ez volt a helyzet, tudom, hogy a hajdúvárosok közül is szinte mindenki. Amikor itt van. És amikor a közüzemi vállalathoz tartozott minden, ők csinálták, tulajdonképpen visszakerültünk ugyanoda. Hát én azt gondolom, hogy most én úgy látom, egyébként, hogy könnyebb lesz, vagy hogyha kialakul a rendszer, mindenki megszokja ezt az új rendszert, akkor azért hatékonyabban tud dolgozni. Egyrészt azért, mert a kincstárból megmaradnak azok a személyek, akik ugye eddig is főfeladatként könyveléssel foglalkoztak, viszont meg pénzügyi jellegű tevékenységekkel foglalkoztak, viszont ott ugye azért csak kellett mást is. Közmunka, ahogy mondtam, karbantartási jellegű feladatokat, és nem biztos, hogy az a legcélszerűbb. Így meg, hogy külön lettek válaszol, és a Tivaszok Kft., ami egyébként is egy ugye műszaki jellegű beállítottságú cég, hiszen ahogy említettem, a temetőnek a mindennapi ügyintézésétől kezdődően ugye a belvíz, csatorna, úthálózat karbantartásokat fogják végezni, vagy végzik.
így azon, hogy megkapták a közmunkát, meg megkapták a mindennapi városi gondolksági feladatokat, mint amit említettél te is az előbb, azzal talán sokkal könnyebben és hatékonyabban tudnak majd feladatot ellátni. Polgármester úr, ránk köszöntött a nyár, jönnek a szabadságolások, mennyire befolyásolja ez a hivatalban az ügyintézést? Hát természetesen, mint a korábbi években, nem lesz hosszabb hivatali szünet. Ugye vannak olyan területek, ahol el szoktak rendelni akár egy hónapos hivatali szünetet is. Mi ezt nem terveztük, megpróbáljuk megoldani. Egyébként a képviselőtestület hivatalosan augusztusban nem ülésezik, ezt nem mindig szoktuk tudni tartani, valamint amikor azért rendkívüli ülésekre kell készülni, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy hatékonyan megy a munka. Hát a kedves kollégáim azok már megszokták egymást, és azért megpróbálják úgy beosztani a szabadságolási rendjüket, hogy egymáshoz, egymásra tekintettel és egymáshoz alkalmazkodhassunk, úgyhogy nem gondolnám, hogy lenne fennakadás ezzel. Polgármester úr, köszönjük szépen a rendelkezésünkre, által köszönjük nézőinknek, hogy velünk tartottak. Önök a Megkérdeztük a Polgármester című műsorunkat láthatták.